Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a Twitter segítségével. Nos, ha követed a videóimat, akkor tudod, hogy nagyon gyakran ajánlok olyan módszereket, amelyekkel szórakozva lehet angolul tanulni, és nem tankönyvekből. Nos, ez is egy ilyen videó lesz. Tehát nézzük meg, hogy hogyan lehet a nyelvtanulási stratégiád része és egy nagyon lényeges eszköze a Twitter. Kezdjük a dologat a legelején, mi is ez a Twitter? Ez lényegében egy mikroblog szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók nagyon rövid bejegyzéseket írjanak, maximum 280 karakter hosszúságban. Ha nem tudod, hogy hol tudsz feljelentkezni vagy feliratkozni a Twitterre, akkor természetesen, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, megtalálod a feliratkozási linket. Nos, miért mondom azt, hogy ez egy tökéletes platform az angol tanulóknak? 1. Mindenki jelen van rajta. Nos, az összes hírességnek, sportolónak, énekesnek természetesen van saját Twitter oldala, ahol rendszeresen érdekességeket és információkat osztanak meg saját magukról. Nem is beszélve ugye az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökéről, aki a legfontosabb döntéseit a Twitteren és nem egy sajtótájékoztatón osztja meg a világgal. Tehát egészen biztos, hogy ha van kedvenced, akkor meg fogod találni ezen a platformon. Semmi más dolgod nincs, mint a feliratkozás után megkeresni ezt a hírességet, vagy ezeket a hírességeket, és követni őket egész egyszerűen úgy, hogy megnyomod a follow gombot. 2. Rövid és friss. Nos, a 280 karakter miatt ide senki nem ír hosszú regényeket és elemzéseket, ez lényegében arra elég, hogy egy nagyon frappáns és lényegre törő mondatot írjanak ki a twitterezők. Tehát a hírességek közül pedig naponta sokan vannak olyanok, akik naponta akár többször is tweetelnek, tehát mindig fogsz új angol nyelvű tartalmat találni és tananyagot találni magadnak ezen a platformon. És akkor lássuk azt, hogy hogyan használd angol tanulásra a Twittert. 1. Kövess anyanyelvi beszélőket és oldalakat. Nos, ahogy korábban már mondtam, szinte mindenkinek van saját Twitter oldala, de ha kizárólag a nyelvtanulási és az angol tanulási szempontokat nézzük, akkor én azt javaslom neked, hogy koncentrálj kizárólag az angol nyelvi oldalakra. A hírességek követése mellett, ha van olyan hobbid, vagy érdeklődési köröd, amivel nagyon sok időt töltesz, autók, lakberendezés, vadászat, teljesen mindegy, akkor keresd magadnak angol nyelvű Twitter oldalakat ebben a témakörben is, és kezd el követni azokat is. Illetve még egy tipp, mindenkinek javaslom, hogy nézegesse meg a humorral kapcsolatos angol Twitter oldalakat, ezekből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és közben pedig jó szórakozni. Második számú lépés, derítsd ki, hogy mit jelent egy tweet. Nos, amikor olvasgatod ezeket a rövid mikroblog bejegyzéseket, akkor elképzelhető, hogy nem fogod megérteni az összes tweetet elsőre. De ettől ne keseredj el, én azt javaslom neked, hogy ebből is csinálj egy tanulási gyakorlatot. Semmi más dolgod nincs, mint hogyha van számodra ismeretlen szó vagy kifejezés a tweetben, akkor kijelölöd magadnak és beírod a Google fordítóba azt az adott ismeretlen szót, vagy akár az egész tweetet. Ne feledd, hogy az a lényeg itt, hogy dolgozz és barátkozz az élő angol nyelvvel, tehát hogyha nem értesz valamit, akkor ne görgess tovább, hanem igenis fordítsd le magadnak, tehát dolgozz az angol tudásod fejlesztésén. Harmadik számú lépés, olvasd fel a tweetet hangosan. Lehet, hogy ez furcsának fog hangzani, de sokkal jobban elmélyítheted az angol tudásod, ha nem csak elolvasgatod ezeket a mikroblog bejegyzéseket, hanem hangosan ki is mondod legalább háromszor magadnak a legfrappánsabb tweeteket.
Ha bizonytalan vagy egy-egy szó, vagy akár az egész tweet kiejtésében, akkor újra jelöld ki az egészet, írd be a Google fordítóba, és a hangszóró ikonra kattintva helyesen meghallgathatod a tweet angol kiejtését. És a negyedik számú tip, tweetelj te is. Nos, ez a tip főleg a haladóknak szól. A passzív olvasás és kiejtés gyakorlás után itt az ideje annak, hogy te is aktívan részt vegyél a beszélgetésekben, és reagálj a történésekre. Tehát egyszerűen én azt javaslom neked, hogy ha már magabiztosan használod ezt a platformot, akkor írj te magad is tweeteket, illetve retweeteket, tehát válaszokat a különböző bejegyzésekre. Amikor ezt el szoktam mondani a diákhémnak, akkor az erre a válasz általában, hogy mi történik akkor, hogyha hibázok a tweetben, egy hibás tweetet írok, akkor mindenki rajtam fog röhögni. Nos, ez egyáltalán nem igaz. Nem kell, hogy tökéletes tweeteket írjál. Az itt lévő közösséget sokkal inkább az érdekli, hogy mi a mondani valód, mi a véleményed, mintsem az, hogy egy angol mondaton belül egyszerre használj szenvedő és műveltető szerkezetet. Tehát ne félj az esetleges hibáktól, nem kell hosszú és komplikált tweetekkel kezdened, elég, ha először csak mondjuk egy-egy szóval reagálsz a bejegyzésekre, például cool, klassz, vagy funny, vicces, és aztán, ahogy egyre magabiztosabb leszel, úgy írhatsz rövidebb, illetve hosszabb mondatokat. Tehát még egyszer mondom, az a lényeg, hogy legyél jelen ezen a platformon, használd az angol nyelvet, és természetesen, hogy nagyon jó szórakozz mindeközben. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!